Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Ma este magazin műsorunkat láthatják. Az idén is megtartották a retro számítógépek szerelmesei találkozójukat Ajkarendeken. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem, tartsanak velünk az Árokpartira. Az Árokparti egyik főszervezője áll előttem, egy pár szót kérlek, mondj magadról. Guzslován Gábor vagyok. Igazából Veszprémben élek, de ugye Ajkán nőttem fel, itt nevelkedtem, itt tanultam, úgyhogy ide, mindig ide szervezzük ezt a rendezvényt, az Árokpartit, gyakorlatilag ez az oka annak, hogy most akkor itt vagyunk. És azt mondod, hogy már 17. Árokparti, szerinted miben rejlik ennek a rendezvénynek a népszerűsége, és az, hogy hosszú-hosszú évek során most már sokadjára rendezitek meg? Ugye van itt egy elég komoly közösség ez mögött, a találkozó mögött. Azért annak a generációnak, aki beleszületett ebbe az informatikai robbanásba, annak meghatározó élmény volt az életében az informatika, meghatározó élmény volt akár az a számítógép típus is, amin ő elkezdett először programozni, vagy amin először játszott. Úgyhogy ez a különleges élmény az, ami miatt mi is tovább vittük ezt az egészet, és az igazság Magyarországon nem is nagyon van még ilyen retro informatikai találkozó, egy-két ilyen kisebb megmozdulás azért idén már volt. Azt lehet mondani, tehát kicsit kezd is visszajönni divatba ez a retro dolog, ezek a régi játékgépeket az a fiatalok is kezdik felfedezni maguknak, de nekünk, akik ebbe az érába születtünk, nekünk jelent ez igazából sokat, és azok, akik ide eljönnek és jól érzik magukat, azok évről évre igazából visszajáró vendégek, úgyhogy igénylik azt, hogy meg legyen rendezve ez a találkozó. És hogy látod az idei rendezvényt a látogatottság számát tekintve? Sokan vannak, kevesen? Hát ilyen 16 év eltelt, úgyhogy mindig egyre és egyre többen lettünk. A kis baráti találkozóból végül is el kellett jönnünk egy nagyobb csarnokba. Aztán azt is szép lassan elkezdtük kinőni. Most az a helyzet, hogy a tavalyi létszám körül alakul ismét a látogatottságunk, ami igazából a tavalyi is egy egész jó év volt, én azt mondom, hogy az idei is sikeresnek mondható. Reméljük ez lesz a vendégek részére is, akik ugye nyilván az előadások, a versenyek, a koncertek miatt látogatnak el ide. Az ország minden részéről érkeztek látogatók, vagy jöttek akár esetleg külföldről is? Az ország minden részéből vannak látogatók, tehát egészen Békés Csabától Sopronig abszolút így lefedi az országot ez a kör. És igen, vannak külföldi vendégeink is, Csehországból, Lengyelországból, szinte minden évben vannak egyébként látogatóink külföldről. Volt már Svédországból, sőt Amerikából is. És milyen programokkal készültetek? Mert ugye nem csak a számítógépes játékokról van itt szó, hanem vannak egyéb programok, koncertek. Igen, ugye az első nap indult egy ilyen könnyedebb programkínálattal, a nap végén filmvetítéssel, illetve koncertekkel. Ez a nap ez kicsit szakmaibb, tehát itt azért már több programozás technikai előadás volt, vagy ugye régi hardware elemekről, vagy hát régi hardverekhez kapcsolódó új eszközökről volt előadás, de a nap végén igazából a fénypont az mindig a versenyek, tehát amikor ugye a látogatók a saját alkotásaikkal versenyeznek a egymás ellen ezeken a géptípusokon, gépekkel, zenékkel, ilyen videószerű ugye, programokkal. És itt a versenyek során milyen szempontok alapján díjazzátok, vagy nézitek itt az alkotásokat, vagy ezeket a versenyeket? Abszolút demokratikus ilyen szempontból, ugyanis a közönség határozza meg, hogy melyik a adott találkozón a legjobb produktum, ezért ez majd egy szavazás fogja eldönteni. Igazából mindig a látvány az, hogy egy adott gépből mit tudott kihozni a programozó, a grafikus, a zenésznek mennyire illik hozzá az alkotása, a zené, amit készített, ez a befolyásoló tényező, úgyhogy abszolút semmi előzsűri, semmi zsűri nincsen, majd a közönség határoz, hogy... És a győztes kap valamiféle jutalmat? Igen, azért minden évben próbálunk díjazást mögé tenni ennek a versenynek. Nyilván ez adott esetben csak jelképes, vagy elismerés, de például a legnagyobb
kompónkon, versenyünkön, hogy úgy mondjam, mert ugye a saját berkekben ezt kompónak hívjuk. Ott azért egy komolyabb fődíjunk is van.